ügyfeleket kiszolgáljunk, a saját szakterületükért sikeresek. És pont azért, mert sikeresek, ezért jellemzően ők ahhoz értenek, és én pedig a pénzhez értek, és a befektetésekhez is olyan szakmai tanácsokat tudom őket ellátni, ami a ő élethelyzetükben fontos. Tanuljuk egymástól, én nem azt mondom, hogy lopás, de hogy vigyék nekem az, hogy védtem a pénzét, állandóan is félnek, ez egy nagyon szép gondolat. Az élethelyzeteket, igen. És nem csak ez a száraz, hogy mondta, hogy én majd a meglévő pénzedet a legjobb helyre fogom betenni, hanem nézzük meg, hogy milyen élethelyzeteid vannak, és akkor ezekre dolgozzunk ki valamilyen megoldásra. Igen, ez egy eltűnt. Ennyi volt a 300 perc. Álljatok föl, és lépjetek egyet balra, legyetek kedvesek. Állj föl, és egyet a fogaskerék kattanjon balra. És már mehet is, ha leültél. Mehet, idő indul! Ennyi volt, 30 másodperc. Gyere! Idő indul! És azt szeretném kérdeni, hogy döntsd el magadban, hogy szerinted ki volt az, aki a legjobb volt, intenzívebb volt, legérdekesebb volt a te számodra, azok közül, akiket hallottál. Dönts valaki mellett. Dönts vagyok. Alapvetően azt szoktam mondani, hogy a jó munkám leginkább az, hogy főállású gazdagító vagyok. Segítek az ügyfelemnek az én munkám, hogy a befektetések során elkerüljék a különböző csapdákat. És szeretném ezt a jövőben elkerülni. Horváth Dalma vagyok, most pénzügyi területen dolgozom, mint befektetési tanácsadó. Egyébként orvosi egyetemen végeztem, ezen sokan meg szoktak lepődni, hogy jó messze kerültem a szakmámtól. Én viszont nem látok nagy különbséget. Amit megtanultam, az a precizitás, a tervezés, az, hogy a munkámon emberi életek múlhatnak. Tehát eddig az emberek egészségügyi biztonságáért feleltem, most pedig a pénzügyi biztonságukért felelek, tehát nagy különbséget egyébként én nem látok személy szerint. A munkámat most is ugyanaz jellemzi, ami eddig, ez a szigorú empátia. Tehát én abszolút megértem az ügyfelek problémáját, de ezeknek a megoldásában határozott vagyok. Hogyha mondom bármi olyan értéket, amit jelenleg a bankára nem tud nyújtani ennek, akkor szerintem érdemes leülnünk beszélni egy 20 percre. Igen, mondott. És nagyon-nagyon szívesen leülnék önnel, igen. Neki csak be kell jönnie, és el kell kezdenie csinálni dolgokat. Mi visszajelzünk neki, amikor közeledik a cél felé, akkor adunk neki egy bippet együtt. Bip. És amikor már csinálja azt, amit szeretnénk, hogy csináljon, akkor mindenki egyszerre bippel, és ő tudni fogja, hogy ez volt a feladat. Ilyen közel vagytok hozzá, ennyire közel, már minden elemét megcsináltátok. Csináljátok tovább, azt szeretném kérni. Ne kezdjetek el agyalni. Fogadják szeretettel, s napi a kiskapad élet. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Sirász Hotel színpadán az Experience. Oh!